az van, hogy ez a videó több különböző témakört is fel fog dolgozni, mert volt egy eredeti elképzelésem, hogy mégis miről szeretnék videózni, de egyrészt közben más események is történtek, másrészt pedig miközben turkáltam ebben a témában, újabb érdekességbe botlottam bele, és úgy gondoltam, hogy az egészet megosztanám veletek, úgyhogy akkor kezdjük is az elején. Sziasztok, én Bence vagyok, és ez itt a Kvíd Kapitalizm nevű YouTube csatorna. És első körben kezdjük egy kis káromkodással, mert az most ilyen aktuális dolog, és egyébként meg az miatt is jó, mert hogyha az ember káromkodva, trágár kifejezéseket használva fejti ki a véleményét, akkor az egyik tábor rögtön érvelhet azzal, hogy hát ez az ember ugyan már hogy beszél, nem válogatja meg a szavait, mennyire mocskos szájú, hát ezzel nem kell foglalkozni, és innen kezdve az eredeti problémával és véleménnyel, érvelésekkel nem kell foglalkozni. Míg a másik tábornak meg ugye azért jó, mert ők meg innen kezdve egy védekező pozícióba tudják magukat helyezni, nem mintha kötelező lenne, de mégis ezt teszik, hogy ugye megvédjék a trágárságot, egészen pontosan nem a trágárságot, hanem az elhangzott véleményt, és így már megint csak nem az eredeti problémáról beszélünk. Trágárság és trágárság között nyilvánvalóan van különbség. Ugye teljesen más az, amikor szitkozódva, csúnya szavakat használva valakivel szemben személyeskedek, és megint más az, amikor elmondom a véleményemet valamiről, esetleg hozzácsapva érveket, közben bizonyos részeket, hogy nyomatékosítsak, jobban kihangsúlyozzak, elhagyja a számat egy-egy csúnya szó. Tehát a kettőt azért ne keverjük össze. Ez előbbi, nekem sem a kenyerem, nem vagyok odaérte, de az egy dolog. Ez utóbbi, hát hogyha ez az első videó, amit nézel tőlem, akkor még nem tudhatod. Ha ez a sokadik videó, amit nézel tőlem, akkor nagyon is jól tudod, hogy milyen álláspontot képviselek. De most nem is ez a lényeg. Nagy kedvencem, biztos találkoztatok már ti is ilyennel, amikor például egy komment szekcióban valaki kifejti a véleményét, álláspontját, és mellé csap valamilyen csúnya kifejezést, valamilyen trágár káromkodással próbálja nyomatékosítani egy-egy pontját a gondolatainak. Majd alatta van mindig, vagy legalábbis nagyon sokszor egy olyan kommentelő, aki csak annyit fűz hozzá, hogy a stílusa maga az ember. Gondolom ismerős. Na, elmondom, hogy ezzel mi a probléma. Ugye, amikor ezt a pozíciót vesszük fel, hogy a stílus maga az ember, akkor gyakorlatilag mit csinálunk? A másik embert ignoráljuk. Egyszerűen magunkat egy felső pozícióba helyezzük hozzá képest, azt mondjuk, mi többek vagyunk, mi többet érünk, mert mi sokkal civilizáltabban, sokkal kulturáltabban ki tudjuk fejezni magunkat. Zárójelbe megjegyzem, az ilyen stílusú, illetve típusú embereket simán el tudom küldeni, vagy simán szét tudom alázni úgy, hogy egyetlen egy csúnya szó nem hagyja el a számat. Tehát azért ez még így nem bizonyít semmit. De a lényeg, hogy ő saját magát felsőbbrendűnek képzeli, ignorálja, érveket nem sorakoztat föl, egyetlen egy vélemény hangzik el, hogy ugye a stílus maga az ember, ez a közhely. Miközben, amikor majd mondjuk az urnáknál be kell dobni a szavazatot, akkor kiderül, hogy egyenrangúak, hiszen mind a két félnek ugyanannyi lehetősége lesz leadni a voksaját. Szám szerint egy. Ez az egyik. A másik pedig, hogy önmagát csapják be, amikor így ignorálják a másikat. Mert most kicsit fordítsuk meg a dolgot. Például én káromkodva előadom a saját érvemet, véleményemet, valamilyen témát illetőleg. Erre azt mondja valaki, a stílusa maga az ember, és innen kezdve ignorál. Ezzel tulajdonképpen mit ér el? Azt ér el,
azt éri el, hogy ugye nyilván neki is van valamilyen véleménye a témáról, adott esetben lehet, hogy értelmes, tök jó érvei vannak, amikkel engem meg tudna győzni, vagy ha jobban belemerülnénk egy párbeszédbe, akkor valami közös nevezőt is tudnánk találni, mert őnek is vannak olyan információi, meg nekem is, neki is van egy bizonyos logikai vonalata, ahonnan közelíti a kérdést, meg nekem is, hogy kiderülne, hogy mondjuk én ezt nem tudtam, vagy ő ezt máshonnan közelítette meg, és bele se gondolt az én verziómba, és a többi, a lényeg, hogy közeledhetne az álláspontunk. De nem tud, mert ő rögtön ignorál engem azért, mert eleresztettem egy csúnya szót. Fölmerül a kérdés, hogy akkor tulajdonképpen most kivel, vagy kinek a helyzetén ront ilyenkor az ember. Szerintem nem az enyimén, hanem a sajátján, abból adódólag, hogy megfoszt engem a lehetőségtől, hogy változtassak a véleményemen. Egyszerűen azért, mert nem érvel, hanem kijelenti, hogy én hozzá képest alacsonyabb rendű, civilizálatlan, faragatlan ember vagyok. És akkor, hogy egy kicsit a konkrét témánál maradjunk, a Mandi neren én 13-ig számoltam, amíg a témáról cikkeztek. Na most ezt úgy értsétek, hogy lehozták az eredeti hírt, meg ezt még kicsit úgy néha, ha valami kötődött hozzá, illetve akármilyen közéleti szereplő felszólalt, akár védelmi pozícióban, akár támadó pozícióban, azt szintén posztolták és csináltak belőle egy cikket. Én 13-ig számoltam, azt elegem lett belőle, és meguntam. Viszont a komment szekció is, hát az nagyon nagy, az az egyik, amit megmutattam gyorsan. Tehát, ha ez költészet, akkor dobjuk hát ki Radnótit, Kosztolányi, Arany Jánost, stb., mert hogy költőjen fogalmazzak, bele lehet szarni az egészbe. Aztán, ez a Lili egy húgyos kis szar. Pont-pont-pont, bunkó szülők bunkó gyereket nevelnek. Aztán, minden elismerésem a szüleinek és tanárainak, akik egy ilyen kretént neveltek belőle. És végül a best of. Szóval, ha jól értem, a faszomból, a gecimből, a picsámból rögtön gyerek lett. Na, ehhez értenek a bolsevikok a kimagyarázását. Gondolom kimagyarázkodást, vagy hát mindegy, rosszul ragozta, de értitek a lényeget. Fel vannak háborodva azon, hogy a lány trágár módon nyilvánult meg, és ezek a kommentek végig trágár módon ítélik el az esemény. Tehát, hogy ezeket így zanzásítva összegezzem, mintha kiírhattuk volna azt is, hogy bazd meg, ez káromkodott a kurva anyját. Egyébként, ha engem kérdeztek, szerintem csak túl sok Bájer Zsoltit nézett meg, hallgatott. Apropó Bájer Zsolti, természetesen ő is reagált a történetre, ezt is lehozta a Mandiner. Beleolvasok az elejébe meg a végébe. Itt van még egy pont, lehet ez mind ilyen. Ezeket nevelték a tüntető tanárok, így aztán egymásra is találtak zsák a foltját, szar a gödrét. Pont. És akkor a végén, és a 21. század elhozta ezt a szabadságot is. A Lilike faszopásának szabadságát. Ennyi maradt. Tényleg ennyi maradt? No comment. És akkor kanyarodjunk rá arra a témakörre, amiről eredetileg videót akartam ma készíteni. Ez pedig a Völner Schadl ügy. Ha lemaradtál róla, akkor januárban csináltam erről egy egész hetet, ennek szenteltem, meg már azelőtt is csináltam róla videót, majd linkek a leírásban, bár nagy vonalakban most is el fog hangzani, hogy mi történt, és hogy miért aktuális most ez a hír. Na most akkor is azt csináltam, ami most is az eredeti célom volt. Megnéztem, hogy a sztoriról a különböző kormány média elsősorban, illetve kormánybarát média, milyen cikkeket hoz le. Hát nem igazán találkoztam semmivel. Most is arra voltam kíváncsi, hogy az új események függvényében, vagy fejlemények függvényében jelenik-e meg valamilyen tudósítás. Na most viszont meglepetés, hoztak le nem is keveset, de itt is
Hát fura, ahogyan találkoztam ezekkel a dolgokkal. Tehát először is beírtam a Google keresőt, használtam most is, beírtam, hogy Völner Pál 8 év, mert ugye a mostani, majd mindjárt megtudod mi az, mostani események függvényében a 8 év, mondom, az kulcs szó lesz, nehogy nekem itt régieket dobjon ki nagy mennyiségben. És akkor utána írtam a különböző sajtótermékeket, amikre kíváncsi voltam. Kezdtem a Magyar Nemzettel. Hát a találatok azok elég karcsúak, tehát rögtön az első az még decemberi cikk, ami még arról szólt, hogy a kormány eltökélt, hogy végigvigye a végrehajtói pályázatokat. És akkor ott nyilván Völnerről volt szó. Aztán volt még 2020 októberéből még régebbi cikk. Azt mentem lejjebb-lejjebb, és akkor botlottam bele a hiradó.hu oldalba, akik lehoztak egy kajakkorrekt cikket. Ez lesz az egyetlen, amit fel fogok ebben az adásban olvasni, mert a lényeg nagyjából copypasta az összes többi. De így most akkor megtudjátok azt is, hogy ez miért aktuális éppen. Tehát, vádat emeltek Schadl, Völner és társaik ellen korrupciós bűncselekmények miatt. Korrupciós és vagyonelleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt nyújtottak be vádiratot Schadl György és 21 társa, köztük Völner Pál ellen a fővárosi törvényszéken. Tájékoztatta a központi nyomozó főügyészség hétfőn az MTI-t. A vádirat szerint Schadl György a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke 2018 májusa előtt korrupciós kapcsolatot alakított ki Völner Pállal, az igazságügyi minisztérium akkori parlamenti államtitkárával. Zárójelben megjegyzem, hogy ez az az államtitkár, aki Varga Judit igazságügyi miniszterünknek volt a helyettes államtitkára, és Varga Judit vallomás, vagy hát mondjuk úgy, hogy állítása szerint ő volt az, aki felelt a Pegazus nyomozati ügyekkel kapcsolatosan lehallgatások, meg ilyen jellegű utasítások kiadásáért. Zárja bezárva, olvasom tovább. Ennek keretében Schadl György jogtalan előnyként rendszeresen készpénzt 2021. júliusáig összesen legalább 83 millió forintot adott a politikusnak, aki ezért az államtitkár és miniszter helyettesi pozíciójából eredő befolyását az őt vesztegető személy érdekeinek megfelelően gyakorolta, közölték. Schadl György vezetői pozíciójából, valamint a Völner Pállal fennálló korrupciós kapcsolatából eredő befolyására hivatkozással 7 társával előzetesen megállapodott abban, hogy eléri önálló bírósági végrehajtói kinevezést kapjanak, amiért cserébe a végrehajtói irodájuk működéséből őket illető osztalékot részben vagy teljes egészében visszakérte tőlük, írta a főügyészség. A vádirat a 22 vádlott egyéb korrupciós gazdasági és vagyon elleni bűncselekményeit is tartalmazza. A nyomozó főügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság beismerés esetén Schadl György, bocsánat, vissza megint zárójel beismerés, ugye annak idején megkérdezték Völner Pált többször is, többen, akik elcsípték sajtó, stb. Minden esetben önmagát ártatlannak vallotta, zárójel bezárva. Tehát beismerés esetén Schadl Györgyöt 10 év, Völner Pált 8 év börtönbüntetésre, 200 millió, illetve 25 millió forint pénzbüntetése ítélje. Mindkettőjüket 10 évre tiltsák el a közügyektől, a jogi egyetemi végzettséghez kötött foglalkozásoktól pedig végleg. Az ügyészség vagyonelkobzást is javasol velük szemben a jogtalan gazdagodásuk erejéig. Azt is javasolták, hogy beismerés esetén 4 vádlott letöltendő szabadságvesztést és pénzbüntetést, 15 felfüggesztett szabadságvesztést és pénzbüntetést, egy ember pedig pénzbüntetést kapjon. Na tehát ez a hír. És akkor ugye mentem én még tovább, de majd a hiradó.hu-ra még visszakanyarodok. Mentem tovább, megnéztem az Origót. Az Origónál, hát láthatjátok, Völner Pár lemondott az államtitkári tisztségéről 2021. december 7-i cikk, ez még a régi. Aztán megnéztem a Pesti Srácokat. A Pesti Srácokon ott meglepetésemre von. Vádat emeltek Schadl György, Völner Pár és társaik ellen, blablabla, pont. És a cikk is tartalmilag tényleg copypasta. Tehát lényegében ugyanaz, egyébként korrekt, tehát más nem kormánybarát laposoknál is többnél direkt megnéztem a videóra készülve, mit írnak, mit hoznak le. Nagyjából, nagy vonalakban mindegyik ugyan erről ad tájékoztatást. Aztán néztem még olyat, hogy Hír TV, ők is lehozták teljesen korrekt módon.
aztán a 888-ra kerestem rá, ők is lehozták, vadhajtások, ők is lehozták, úgyhogy tényleg most le a kalappal előttük, hogy ezúttal nem próbálják meg eltusolni, nem úgy, mint december-január magasságában, amikor nem nagyon volt hír a kormány médiában, hiszen akkor még választások előtt voltunk. Végül még ezután turkáltam, megnéztem így, hogy Magyar Híradó a YouTube-om, végignéztem a Magyar Híradót, bakker, hú, kemény, na mindegy. Természetesen nem említették, de közben botlottam olyan dolgokba, mint ez. A magas infláció és a megélhetési nehézségek miatt vonultak utcára az emberek a hétvégén Madridban. A szakszervezetek zászlajai alatt mintegy 3000-en emelték fel hangjukat a magasabb bérek és nyugdíjak érdekében. A spanyol kormány 2 infláció mérséklő csomagot is hirdetett az elmúlt hónapokban, az energiavállalatokra kiszabott extra profitadóval és az üzemanyagárak maximalizálásával próbálnak küzdeni a válság ellen. Az egyik szakszervezet vezetője szerint azonban mindez nem elég, az emberek komoly megélhetési nehézségekkel küzdenek. A bérek stagnálnak, ezen sürgősen változtatni kell, mert az emberek 10%-ot veszítettek pénzük vásárló erejéből. Szlovákiában egyre nyugtalanabb a lakosság, ugyanis nem tudják, meddig emelkedhetnek még az energiaárak, és ki tudják-e majd fizetni a rezsiszámlákat. Ez társadalmi feszültséghez vezet, a kormány pedig folyamatosan dolgozik a megoldáson. Szlovéniában a kormány meghatározta az úgynevezett energiaszegény háztartásokat, és intézkedéseket hozott ezek arányának csökkentésére. A rendelet szerint azok a háztartások számítanak energiaszegénynek, amelyek nem tudják kifizetni a számlákat, és az energiaköltségeik meghaladják a jövedelem felét. Hát igen. Legalább tüntetésekről volt szó. Igaz, olyan tüntetések, amik Spanyolországban, Szlovéniában, meg egyéb helyeken világon megtörténtek, részt vettek rajta 3000-en, panaszkodtak, hogy a fizetésük vásárló eleje 10%-ot esett. Hát nálunk ezért nem mennek ki 3000-en. Ugyan már 10%? Hát ezt meg... Már azt se tudjuk, hol van az a 10%, érted? De az, hogy október 23-án egy különböző becslések nagyjából az összes alapján 80000-en mozdultak meg és vettek részt különböző tüntetéseken csak Budapesten, egyébként meg országos tüntetés révén különböző más helyszíneken is megmozdult a nép, az a Magyar Híradóban nem hír. Hát ennyit szerettem volna mára, zárul Bence Mókatára. Azt majd még megnézzük különböző események függvényében, milyen videóval rukkoljak elő. Egyébként van egy-két konkrét tervem, de nem spoilerezek. Nem, most nincs hozzá kedvem. Mindenesetre akármi véleményed van, hozzáfűzni valód, külön véleményed a káromkodásról, nyugodtan fejtsd ki az komment szekcióban. Ha most vagy itt először, és szeretnél még látni hasonló tartalmakat, várlak szeretettel a feliratkozóim között. Illetve amennyiben tetszett ez a videó, kérlek ne felejtsd el lájkolni, az a sokat segítesz nekem. Ennyi. Sziasztok, én Bence voltam, és ez itt a Quid Capitalism volt. Holnaptól már tölt a puska, halál az összes politikusra, aztán jöhet a pénzögön, ne maradjon itt kőtövön. Ősközösségben élnénk szépen, műtögetnénk békességben, madártojásért már a másnánk, vadat halad, lakomásnánk, mert mindegy.